Először is szeretném megköszönni Elnök úrnak a lehetőséget, hogy ebbe a program sorozatban, most már 6.-7. éve zajlik, bekapcsolódott a hatóság is, és én úgy gondolom, hogy teljes melszélességgel képviseltük magunkat, beletettük az energiát, időt, hogy áttekintsük azt a 16-17 pályázatot, ami érkezett. Egymástól függetlenül bíráltuk el, és külön mindenki nyilván magának felállította a rendezőelveket. Én az általam felállított rendezőelvekről szeretnék beszélni, és végeredményben, ahogy kommunikáltunk egymással, mindenképpen az jött, hogy egymástól függetlenül, óvatatlanul ugyanazokat a rendezőelveket alkottuk meg, és ennek egy egészséges ötvözete, szincíciuma alakult ki. Mik is voltak ezek a fő rendezőelvek a 16 darab pályamunkánknak? Egyrészt néztük azt, hogy mennyire életszagú, mennyire az élet talaján kerülnek megfogalmazásra ezek az ötletek, ezek a gyakorlati tudnivalók. Igazából az, hogy a tára mellett milyen lehetőségek vannak. A pályamunkáknak mindegyike értékes volt, de valahol a gyakorlati tudás, a napi fáradtságos munka milyen mértékben ölt testet. Természetesen megalapozott elméleti tudás nélkül semmit nem ér a gyakorlat. Azt tudjuk nagyon jól, lehet mondani bármit, biztos tudás hátterében lehet cselekedni jót, jókor, jó helyen. Kiemelt szempont volt, hogy megfelelő elméleti tudás is van-e mögötte. Harmadik fontos rendezőelv az innovatív szemlélet és az innováció. Akár főigazgató asszony is az első blogban ugye kiemelten hangsúlyozta, hogy mennyire fontos a más szemlélet, a másfajta megközelítés. Egy adott problémának nem feltétlenül, hogy az adott szakterületen találjuk meg a megoldást. Lehet, hogy társtudomány, társterületet kell segítségül hívni. Én azt hiszem, hogy a pályamunkákban ezek gyönyörű ötvözete meg is valósult nagyon sok helyen. Tehát, ha összegezzük ezt, hogy gyakorlati tudás, biztos elméleti háttér és innovatív szemlélet, ez volt az az ötvözet, ami átjött ezekben a pályamunkákban. És nyilván, hogy jelen, miben öltött ezt testet? A kommunikációban. Szuvivő György úr kimondottan, hogy a 16 éve foglalkozik kommunikációval. Óriási jelentősége van. Miért is? A beteg, aki egy információs aszimmetriában szem, nem tud annyit. A mi feladatunk, hogy ezt a tudást, ezt jókor, jó helyen, közérthetően, az ő maga nyelvén, az ő maga szintjén át tudjuk adni. Minden gyógyszer csak akkor fejti ki jól a hatását, ha az jókor, jó időben, jó helyen, jó mennyiségben kerül odaadásra, vagy jól fogják tudni használni. Elnök úr mutatta be, hogy az asztma hatékonyságában és eredményességében ugye 20-30%-os sikertörténet van. Biztos, hogy a sikertelenség 70-80%-ában a helytelen gyógyszer adagolás is benne van. Óriási jelentősége van a patikának abban, hogy ezt a fajta gondozási szemléletet oda tudjuk adni a betegnek, abban a napi 600.000 találkozásban is picikét megállva és odafigyelve a betegnek. Tehát hogyan tudom átadni a gyógyszer helyes használatához fontos szakmai tudásomat a beteg szintjén? Mit visz haza a patikából? Gondoljuk meg, amikor egy orvosnál vagyunk, és hirtelen elmondja, hogy melyiket hogy kell szedni, mire kiérünk a szakrendelőből vagy az orvosból, mi is a felét elfelejtjük. És akkor a betegnek mi maradhat? Mit visz haza? Mi marad a talsajában? Óriási jelentősége. Tehát ez a hármas egység, én úgy gondolom, hogy ezekben a pályamunkákban gyönyörűen megtestesült, ezeket értékeltük, és ahol az igazi ötvözet, ahol az igazi nagy kristály kialakult, azok mindenféleképpen a jutalmazottak és díjazottak között lesznek. Én ezeket a gondolatokat szerettem volna mondani. Ezzel kapcsolatosan köszönöm még egyszer a lehetőséget, hogy megismerhettem ezeket az értékes tanulmányokat. Bízom benne, hogy ez igen jó táptalaj a említett gyógyszerészi gondozás valós és gyakorlati megtestesülésének. Köszönöm szépen!